A héten az egyik legjobban várt nap a péntek. Azt jelenti, hogy vége a munkának, és nem sokára hétvége. Azonban ez nem minden péntekre igaz. Ha ez 13-ára esik, többen félve lépnek ki az utcára. Megkérdeztük a szexárdi járókelőket, szerintük szerencsés vagy szerencsétlen nap a péntek 13-a? Szerintem egyik sem. Olyan nap, mint a másik. Kicsit babonás vagyok, úgyhogy azért hiszek benne, de próbálom pozitívan felfogni. Én nem figyeltem, megmondom őszintén. De valamikor szerencsétlen. És most hogy tudja, hogy péntek 13-a van? Hát most majd jobban figyelek. A pénteki nap az egyház szerint is bajós, és a 13-as szám is szerencsétlennek mondható vallási szempontból. De egy másik magyarázat szerint a péntek 13 azért lett átkos nap, mert 4. Fülöp 1307. október 13-án pénteken rendelte el a templomosok lemészárlását. A régi időkben a kivégzések napja is mindig péntekre esett. A legtöbb járókelő ennek ellenére úgy nyilatkozott, nem tulajdonítanak nagy jelentőséget ennek a sokak szerint misztikus napnak. Én nem szoktam semmit se fogadni, új évkor se, meg semmikor se. Úgyhogy én nem vagyok babonás. Szerintem ugyanaz a nap, legalábbis számomra, mint a többi hétköznap. Ennyi. Nem nevezném szerencsétlenek, mert nincs miért. Én inkább azt mondom, hogy szerencsés a péntek, meg egyébként is minden nap szerencsés, ha él az ember. A hiedelem szerint ezen a napon nem szabad fésülködni, mert az ember megkopaszodik, és a madarak építenek fészket a hajszálakból. A hajvágás szintén nem ajánlott, mert a halált vonza be. Jobb a temetőt is messziről elkerülni, mert ha valaki elsétál egy éppen akkor zajló temetés mellett, hamarosan maga is eltávozhat az élők sorából. Nem szabad énekelni az asztalnál, vagy a fekete macska szemébe nézni. És a kiszóródó só is bajt hozhat. Ezen a napon házasságot sem szabad kötni, mert az a babona szerint előbb-utóbb váláshoz vezet majd.